farsangi mondókákat szavalnak a gyermekek a Paksi Bezerédi Általános Iskola alsó tagozatában. A pandémiás helyzet miatt idén nem csak a hagyományos farsangi mulatság maradt el, de nem tartották meg az alapítványi bált és a kiszebábúztatást sem. A farsang, a vidámság, a tavasz várás, a kikapcsolódás ideje, és nagyon ránk fért már egy kis jó hangulat, úgyhogy igyekeztünk a gyerekeknek valami kis vidámságot varázsolni a mindennapjaiba. A hét már a farsang jegyében szólt, az iskola rádióban minden reggel kis műsorunk volt, ebben a gyerekek interjúi alapján ismerhettük meg az osztályfőnököket. Az osztályfőnökök ugye nem csak a saját osztályuknak érdekesek, hanem a többieket is tanítják, tehát nagyon népszerű volt ez a sorozat. A vidám hangulatú interjúkban az osztályfőnökök meséltek az általános iskolai tanulmányaikról, és azt is elárulták, hogy melyek voltak kedvenc slágereik. A rádió műsort a diákok készíthették el, Szutor Zalán szöveget írt és zenéket válogatott. 2006-ban születtem, tehát jóval ezután, a kor után, de hát tesómnak és édesapámnak köszönhetően, akik mai napig ugyanezeket a zenéket hallgatják, miattuk én is beleragadtam ebbe a korba, hát itt-ott úgy érzem, hogy rossz korba születtem, mert a mai zenékkel nem nagyon tudok azonosulni. Én nagyon-nagyon szeretem ezeket a régi rock balladákat. Zalán pár osztálytársával együtt a Szupercsapat című sorozat főhőseinek öltözött be. A paletta egyébként nagyon színes volt, az osztálytermekben találkozhattunk Michael Jacksonnal, híres teniszezőkkel, diszkós lányokkal és fiúkkal, rockerekkel és sok-sok hippivel is. Jászmin virágos ruháját a nagymamája készítette. Régebbi ruhákba kellett öltözni, és mivel ugye az 50-es, 60-as években voltak először hippik, úgy gondoltam, hogy ez most éppen ideális lenne. Nagyon vártam, már így szólt a zene is, és az nagyon kis hangulatos volt. A fali újságra trabantok, ladák, moncsicsik és egyéb retró tárgyak képeit függesztették ki a tanárok, ebből inspirálódhattak a gyermekek egész héten. A falra vetítették ki a táncot a tornateremben, azt utánozták a diákok, így varázsoltak végül fergeteges hangulatot a rendhagyó bezerédi farsangon.